Hát én, amikor belecsöppentem, az 51 esztendeje. Ugye apósom, idős Pál Lajos, ő az egyik leghíresebb fazekaspol korondon, és ugye én a családba kerültem, és voltak ott lányok, akik már nagyon szépen virágoztak. Ezt a színvilágot, amit a Pál család művelt, azt már az 1943-as években, tehát a 40-es években csinálta, amire bizonyítékunk van. A tulajdonunkba visszakerült egy nagyon nagy mosdótál, amire a visszájára, tehát a fenekére rá van írva, egy Pál Lajos koron, 1943. Benedek Elek szülőházánál az udvaron engedték belé a fáradt olajat a valamilyen nagy kocsibóna. És meglátta egy ismerős, aki ismert minket. Mikor meglátta rajta a mintát, ha rögtön elvette tőlük, vagy ha beleöntötték, kiöntötte, és elvitte magával az illető. Na, ugye ablakos minta, ugye a csíkok sárga, igen, ne itt a sok. Mert azt is tudni kell, hogy a korondi föld az nagyon szegényes, köves, nagyon köves, és ez termi. Tehát tulajdonképpen a palát termi a korondi föld. Korondra ez jellemző volt, ez a tömegáru készítés. Ezen belül csináltak díszedényeket is. Hát a díszedények készítésének a fénykora szerintem a 70-es évek után a turizmus, tehát itt a műút megépítéseivel azt a 60-tól 66-ba, 67-be fejezték be, és annak az útnak a megépítésével ugye telepettek az út mellé fazekasok. Fazekas családon belül több művelettel dolgoznak. Például vannak a korongozott edények, ami korongon készülnek, akkor vannak a nyomtatott dolgok, itt nálunk ugye rengeteg szintén erdélyi csempe motivumot élesztettünk újra, és az ugye azok formába készülnek, és akkor azon kívül vannak ilyen szögletes formák, amik ilyen lágy anyagból ilyen fröccsentés vagy szivatásnak nevezik, hogy a híganyagot beleöntik a formába, és amikor annyira megszívta magát, akkor a pluszt kiengedik, vagy kiöntik belőle. Ez megvan most a közepe, a tányérnak a közepe, és akkor most a levelére is mintát teszünk. Ezt a mintát úgy hívjuk, hogy cserélapi, annak is ilyen zigzagos a levele. Az én gyermekeim ezen a pár családon belül az ötödik generáció. Na, tehát ki van kontűrözve, az olyan, mint mikor ceruzával ki van rajzolva. És akkor most utána következik ugye a színezés. Leveleket zölddel, ez a rézoxid. Kicsikét azért pontosnak is kell lenni, hogy kontűrvonalat ne húzzuk teljesen, ne tüntessük el. A sárgának a sok rossz tulajdonsága mellett egyetlen jó tulajdonsága is van, hogy azt ráhúzhassuk a kondűrvonalra, mert az áttetszik, de a kék és a zöld az nem. Ezelőtt ugyan a nagykatlanokban nagyobb volt a veszélye annak, hogy nem ég meg az edény. És ez a sárga olyan, hogy én annyit sírtam, örventem a sárga mellett 51 év alatt, ez ha nem ég meg, akkor barna maradt. És elrontja az egész edényt, mintát, darabot, formát, minden. Úgyhogy nagyon sokat, nagyon-nagyon sokat kellett ezzel dolgozni és kísérletezni, hogy a sárga ilyen szépen sikerüljön. És voltak ilyen mellébeszélések, meg ellenbeszélések, hát mi is meg tudnunk csinálni. Pálok kisajátították a sárgát. Nem sajátítottuk ki, hanem sokkal több munkát igényel, mint egy más díszedény, amit korondon készítenek. Szarról között viszi a napot, és rajta van a hold. A nap a sárga lesz. A gancsot is többfélit csinálok, csak most ilyen csináltam. Korondiakot a tömegáru készítésnél is, hát a díszedény készítésnél annyira nem, hanem a tömegáru készítésnél sok hatás érte, meg ugye a regátba adták el az edényeket Moldovába, Munténiába, és ott a román fazekasik is, ugye persze a románok is fazekalnak, azok is jelen voltak. És a korondi olyan volt, hogy mindig jó szeme volt, és mindig kontárkodott. Ellopott innen, ellopott onnan, és akkor kialakította magának a stílusát.
A régi edények sokkal szebben voltak díszítve, amit most újabban csinálnak, mert most inkább nagyolják, minél több legyen, sok legyen, tehát ez a cél, tehát errefele halad az egész. Itt a mi családunk a legnépesebb. Nekünk 7 gyerekünk van, 6 fiunk és egy lányunk. Úgyhogy itt gondolom, hogy itt a hagyomány tovább folytatódik, megélődik és átadódik, mert nagyon sok embernek adtuk mi ezt már. Hát a férjem különösképpen. Ki kell szorítani a levegőt belőle? Különben deformálódik, száradáskor vagy elszakad. Addig kapcsoljuk ügyesen. De hol van ebben a levegő? Közötte, ami ugye érzékelni lehet, hogy van vagy benne, nincsen. És akkor itt a széleket teljesen be kell dolgozni. El kell oszlatni az agyagot egyformára, és addig szorítsuk, hogy érezzük, hogyha pattanásokat hallunk, vagy levegőt kapunk, akkor ottan. Sarkaiba mindenhová bele kell szépen dolgozni. A lényeg az, hogy több legyen az agyag, mint maga a formának a vastagsága, hogy a fölösleget egyenesre le tudjuk szedni, húzni. Az egyenletlen dolog ellengyelünk egy kicsit, simábbra. És akkor egy másik tárcára ráfordítsuk. Na gyakorlatilag ez így megvan. Kijavítsuk a hibákat benne. Szárad, és amikor eléri azt a száradási pontot, akkor rákerül a kaolin. És akkor ilyen óránként figyelni kell rá, mert a legnehezebb, egyik legnehezebb a csempenyomtatásnál a szárítása, mert akármikor deformálódik, zsugorodik, és attól meg tud görbülni. Hagyni kell magában, árnyékban saját hőmérsékleten száradjon, ami hetekig elhúzódhat. Ha megszárad, és akkor teljesen megszárad, akkor ugyanúgy, mint édesem, amit csinált, jön a virágozása, a kifestése. És akkor égetés, ugye megint. A pár család csinál inkább díszcsempéket, mert más próbálkoznak, görbül-e, szóval nem kapták még a technikát ahhoz, hogy ők is egyenlesen tudják meghagyni. Szóval maradjon meg egyenlesen. Hát nem nagy titok benne, csak igényt, figyelmet igényel. A székely színek ugye a sárga, barna és zöld. Sőt, még kézdivásárhely környékén, tehát háromszéken csak a két szín dominált, a zöld és a barna. Ugye alapszín a kaolin, ami az alap, de csak az a két szín. Na, aztán később megjelent egy kevés kék is rajtuk, a színes edényeken is. Például Tordán ott már használták a kéket. És azzal is magyarázható ez, hogy ők cégekben dolgoztak. A kék, a kobaltoxid, az mindig a legdrágább festék volt, mai nap is az, és egyre rosszabb a minőségük. Itt a zöld. Ez barna. Ez pedig a kék. Itt ez a kicsi csík, igen. Itt a madárnak a nyakán ez a dísz. És vannak ezek a fehér helyek. Tetszik-e látni? Na, ide jönne a sárga, amit most nem kenünk rá, hanem egyszer így kékessük. Tehát ezekkel a színekkel kékessük. Mi azt mondjuk, hogy itt korondon az embereknek a kezébe, ez vele született tehetség, benne van a kezükbe. Hát a szarvas, a madár az ősrégi székely magyar motivum, rajta vannak a szimbólumok, a hold, a nap. Tordáról nagyon sok motivum maradt fönt, amit használunk. De a színvilág ugyanaz, mint a székelyeknél. Az ez a pöttyös, ez nagyon népszerű, nagyon szeretik ezt a mintát. Ilyeneket csak múzeumokban lehet látni. Ez is ugyancsak tordai. Az ökörhúgyosok, ez is az egyik legrégibb minta, a múzeumokban található. Ez is ökörhúgyos, meg ez is ökörhúgyos. Ökörhúgyos. Ökörhúgy, igen, igen. Népiesen a könyvekben úgy írják, hogy vízfolyásos, tehát mikor megy az ökör igen, ilyen szabálytalan vonalakot, igen, ír le. Az erdély szászoktól gazdag fazekas hagyomán maradt ránk. Hát úgy ránk, hogy múzeumokban, meg könyvekben, ugye. A szászok csinálták ezeket a céhes bokájukat is. De a szászokra jellemző az ecsettel való festés. Tehát zömeibe ecsettel festettek. Bartaságban pedig írókával írták inkább. Itt van egy másik szászkancsó.
ilyen érdekes, ilyen csőrökkel csinálták, még így összekötve. Ez miből, melyikében? 1772. No, de ez is többek között egy inkább homorodoróc környéki, mert írókával írott. De tessék megnézni, milyen mives munka. Ez a pocitás. Ezzel mentek pocitába, és ebben vitték a betegasszonynak, aki babát szült, a húsleves, meg a madártejet. És innen kapta nevét. Korondon szerintem a nagyobb baj az elkövetkező időkben a virágozókkal lesz. Mert korongos, ha rá van kényszerülve, neki fog, de a virágozókkal lesz a baj. Már mai a fiatalok nem tanulják még. Azt mondják, hogy nehéz mesterség, elmennek könnyen munkára, elmennek külföldre, elmennek ide-oda, nem törődnek. Pedig hát ez lenne a cél. És a Pál családnak az volt a célja, hogy a tiszta forrás művelje, és ezt megélje, és átadja. Úgyhogy a férjem a szövetkezeten, a gyáron keresztül, és amíg az Életfa Egyesületnek, a Fazekas Szövetségnek volt az elnöke, azon munkálkodott, hogy egyre több emberre meg szeretesse tulajdonképpen. Mert ezt szeretni kell. Ehhez nagy kitartás, alázat, szorgalom kell.